Jaj, srácok, de szép dolgunk van, hát halljátok, semmi dolgunk nincsen, csak itt sütögetni meg minden. Van velünk közben a kutyánk is, ki is, szia, ki is, oda is nagyon rég találkoztunk, itt vannak a húsok, itt van a pénzünk, benne van mindenféle cucc, ugye kisnek a csontja is közben mellette, van bent valami minden, a várjátok közben bemutatom, így néz ki a mi kis kocsink, remélem, hogy nagyon tetszik, gyors menjünk vissza, mert hamarosan fognak jönni a vendégek, na! Srácok, elvileg nyitva is vagyunk, és akkor mostantól várom szeretettel a újonnan... Ó, jön is egy vendég, na. Jó napot kívánok, mit szolgálhatok önnek, vagy miben segíthetek? Ó, oké, ahogy látom, könyvbe fogja nekünk elmondani. Egy darab steak lesz, nagyon jó. Várjatok, srácok, a steak az azt hiszem, hogy marha húsból fogjuk csinálni, és szépen ugye meg kéne sütni. Nagyon jó, egy perc, uram, és... Kész is lesz, addig ezt visszaadom önnek. Addig kérem, egy gyémánt tömb lesz ennek az ára. Kérem szépen, hát az, azt nem sikerült bedobni. Egy gyémánt tömb, nagyon szépen köszönöm. Kis már úgy, hogy hallom, meg is ugatta. Kis, nem kell félni, nyugi, ő csak egy vendég. És el is készült a sztéki, uram, parancsoljon is további. Szép napot meg minden. Jaj, viszontlátásra, viszontlátásra, így van. Na, figyelemmel várjuk, hogy vajon ki lesz akkor a következő vendégünk. Ne, srácok! Herobrine mit keres itt? Herobrine? Ugye tudod, hogy téged nem foglak kiszolgálni, szóval eléggé feleslegesen jöttél ide, mert te biztos, hogy neked nem fogok steaket sütni, szóval kérlek, menj el innen! Add ide az összes értékedet, mi van? Nem fogom odaadni az összes mi? Kettő halpén van, én biztos, hogy nem fogom odaadni, menj innen! Kis, nem tudom, mit csináljunk, nem kéne, srácok, ne, menj már innen, kis, nem akarom, hogy téged is megoljon, ne, kiszedi a gyémántainkat, ne, legalább 64-et ott tartsak meg, léci, ne, mindent elvisz, nem már, ne, legalább ezt nem bírom megütni, nem már, srácok, menj, nem hiszem el, most ez komoly, de legalább 64 gyémántot meg tudtunk tartani, haha, ennyi vagy, na mi van, marad 64 gyémántömböm, jaj, de ebből ez pont elég arra, hogy újraindítsam a vállalkozásomat, ne, srácok, meghallottam, ne, léci, nem akarom, jó, vigyet, nem hiszem el, most ez komoly, mindent elvisz, kis, most, nem hiszem el, srácok, mit csináljuk? Sziasztok, srácok, én Dani vagyok, és itt vagyunk egy következő videóval, és most ebben a videóban nem más lesz, mint remélhetőleg megpróbáljuk valahogy visszerezni Herobrine-tól az elrabolt cuccainkat, ugyanis ő eléggé gonosz széllal kirabolt minket, amint láttátok a kis bevezetőben. Szóval, valahogy össze kéne szednünk nekünk annyi cuccot, meg olyan cuccokat, hogy legalább odaig el tudjak jutni, hogy így egyetlen a házába be tudjak valahogy neki így menni. Szóval, nem nagyon fogom túlzásba vinni, ugyanis remélem, hogy megpróbálhatom így lopakodva valahogy elrabolni tőle úgy a cuccainkat, hogy azért ne nagyon vegye észre, hogy mi azt vissza tudtuk szerezni meg minden. Szóval, nem tudom, hogy szerintetek ez menni fog-e, mennyire van sok esélyem, hogyha szerintetek van esélyem, akkor azt jelzitek egy like gombbal, ha nem, akkor pedig tudom, hogy nem vagytok igazi danisták, ugyanis az igazi danisták mindig bíznak bennem, és mindig tudják, hogy meg tudjuk csinálni, legalábbis hát nagyon remélem, de igazából írjátok le a komment szekcióba, hogy ti mit gondoltok, hogy gondoljátok, stb. Na, azt hiszem, hogy crafting table-on az így is van, az van, szóval azzal nem nagyon kell szenvedni, szóval gyors csinálok egy kőbaltát, hogy még tudjak fát vágni, és akkor nagyon jó, itt legalább vannak telnek, gyors, tudok magamnak kaját is csinálni, és ja, meg vágunk még egy kis fát mellé, azt annyi. Jó van, srácok, szereztem annyi húst, amennyit csak tudtam én nagyjából, ezt elkezdem gyors kisütögetni, hogy mégiscsak akkor kicsikét haladósabb legyen a dolog, és akkor gyors vágok egy kis fát közben. Nagyon király, és akkor még csinálok mellé egy kőkardot, és csinálok egy kőcsákányt is, hogy azért valami némi védelmem azért mégiscsak legyen, hogyha már így ezzel a csodálatos Herobrine-nal ilyen
nem tudom, rossz viszályba keveredtünk, és valahogy vissza kell szerezem a cuccaimat, amit muszáj lesz valahogy, mert egyszerűen ennyi gyémántot így elvinni tőlem, azért ez eléggé gonosz dolog, de tényleg. Na srácok, meg is vagyunk, és akkor induljunk is el végre ebbe az irányba. Nagyon okos voltam, hogy már kék gyapjukat hagyott maga után, csodálatos. És akkor nézzük meg, hogy hol is van ennek a Herobrine-nak a rejtek helye, ahova elvitte az értékeinket, és mi biztos, hogy vissza fogjuk szerezni, mert annyira, de tényleg annyira elegem van, hogy ennyire beképzett, hogyan legyen valaki, főleg egy ilyen Herobrine-nak, itt már ne egyszer legyőztünk, és idejön és kirabol engem, miközben nincsen semmilyen felszerelésem, nincsen semmilyen cuccom, és nem is értem tényleg, hogy mik ezek a dolgok. Aha, oké, és ott van a izéje, ott van a kék kis bunker, ahogy látom, nagyon jó. Szóval hogy úgy kéne megközelíteni, srácok, hogy ne vegyen minket észre, szóval nem tudom, várjatok, megpróbálok első sorban így kicsikét felépíteni, így ahogy hallom, pont most nyitotta ki az ajtót, és le akar, vagy nem tudom, na várjatok. Beépítek először így fentről, hát ha látni fogok, aha, ott van. Jó, ott van egy láncet, ahogy látom, ott valamit kidobott oda lentre. Jó, meg kéne várni, amíg elmegy itthonról, de, ó, nagyon jó, oké, gyors, át kéne. Itt vannak a cuccaink, na jó, ezt nagyon-nagyon gyorsan, és itt van egy élesség. Eléggé király, élességes kard is, nagyon jó. Van itt még esetleg, itt van valami, oké, ezeket is kivesszük. Kuka, oké, én oda nem fogok leugrani, és itt van egy gyémántszet, na várjátok, ez gyors, fel kéne venni magamra, azért mégiscsak, hogy kicsikét erősebb legyek, akkor most már én is kirabolom őt ennyi erővel, hogyha már ő is kirabolt. Jó, gyors fussunk vissza a házunkhoz, mert, vagyis a, nem a házunkhoz, mi az a büféskocsinkhoz, arra fele kell menni, jó. Srácok, vissza tudtuk szerezni a cuccainkat, nagyon király, jó, már csak vissza kéne valahogy épségbe jutni, és nem tudom, hogy mondjuk fogja tudni, vagy gyanakodni fog-e, hogy mi szereztük vissza, de igazából már van egy gyémánt szettünk, hogy meg tudjuk védeni magunkat, szóval ha bármi ilyesmi lesz, biztos vagyok benne, hogy szét fogjuk PvP-zni az agyát is, hogyha kell. De én ezeket a cuccokat nem fogom neki most már visszaadni, amit tőlem ellopott ráadásul. Szóval, nem tudom, hogy merre van, mennyire van messze még a lakókocsink, de gyorsan szépen visszamegyünk és bezárkózunk, és hát reménykedünk, meg gyors visszarakjuk az értékeinket. Meg nem azért mondom, de majd valami jó helyet is ki kell találni az értékeknek, hogy ne legyen ilyen cucc, hogy azért így kirabolnak meg minden. Jó, nagyon király, ezeket szépen visszarakosgatjuk. Szia kis, ne, srácok, azt hiszem, hogy gyanút fogott, legalábbis nem tudom, hogy rajtunk, vagy csak úgy kiírta, hogy ne, de mindegy, ajajajajaj. Hogyha jól hallottam, ezek villámok voltak. Szia kis, nagyon-nagyon, aj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 
aki kissel. Én semmiről nem tudok. Jön, ott van fenn. Srácok, van egy olyan érzésem, hogy ide jön. Van egy olyan érzésem, hogy ide fog tartani. Ugye nem. De jön. Nem akarom. Nem akarom, ne gyere ide. Ne gyere ide. De felrobbantja. Kis. Gyere, várjál, arrébb viszlek. Ne! Kis fel fog gyulladni. Srácok, ne. Gyere, várjál, kapsz kaját. Ne. Csak kis, ne. Jó, beveszek az én is egy ópiámat, jó. Kigyulladt a kocsink. Ne! Kis, ne! Ne, menekülj, jó. Én ide leültetlek szépen, oké, nagyon jó. Megkaptad azt a kaját is, jó. Figyelj, várj meg itt, jó. Várj egy kicsikét, kiírjebb tollak, oda, nagyon jó. Várj meg itt, na, kiraboltál, igen, kiraboltlak, na gyere, hírobrány. Most nem érdekel, én egyből neki fogok állni, srácok. Nincs ilyen, hogy várakozunk, jó, beveszük az erőpotit is. Hol van a srác, ott van a srác, este lett. Na gyere, hírobrány, szétcsapjuk, jaj, ne, kis, állj meg, ülj le, ne, kis, ülj le, kérlek, ne. Jó, mindegy, ő is támad. Gyerünk kis. Csak könyörgöm, jó, gyerünk, el fogom kapni, kis ülj már le, nehogy megöld, nem is az, hogy nehogy megöld, nehogy meghaj, gyerünk, valahogy megkire, oké, meghalt, lol, ez elég easy volt, kis, oké, végül csak le tudott ölni, jó, kis, szép munka volt, nagyon király, hát srácok, meg tudtuk ölni Herobrine-t, és védve maradtak legalább a cuccaink, és még adott nekünk legalább egy free diasettet is mellé, hát jó, ez így eléggé király, hát srácok, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem ebben a videóban, hogy tetszett, csapostok egy lájkot,
iratkozzatok fel a csatornámra, és a komment szekcióban írjátok le, hogy milyen videókat szeretnétek látni. Én Dani voltam, és még egyszer köszépre itt voltatok, közben jött ide kis is, és sziasztok! Elérhetővé vált a csatlakozás funkció ugye át a nagy csatornámon, aminek segítségével különféle emojikat és mindenféle badge-eket, minél több hónapja vagytok ugye rám így becsatlakozva úgymond a csatornámra, tudtok elérni, és ezzel ugyanúgy támogatni tudtok. Nincs más dolgotok ugye, mint a fő csatornán itt van egy csatlakozás, és rámentek erre, ez 1000 forint per hónap, nem kényszerítek erre senkit, tényleg az csatlakozik, aki csak szeretne. Ide vannak írva, hogy miket fogtok még pluszba kapni. Bekerülhettek egy olyan csoportba, amiben ugye én vagyok benne, meg ugye azok, akik fel vannak rám iratkozva. Ott akármilyen kérdést fel tudtok nekem tenni, és én válaszolni fogok. Minden videóról előbb fogsz majd értesítést kapni, és vagy a csoportba, vagy majd a közösségembe ki fogom posztolni csak a feliratkozóimnak, hogy milyen videó fog lenni hamarosan. És megvan az a lehetőség, ha esetleg neked van egy YouTube csatornád, és szeretnéd, hogy szerepeljek az egyik videódba, akkor megoldható, hogy én benne legyek, és segítsek neked ott, és esetleg valamilyen tanácsokkal ellássalak téged, hogy hogyan is youtuberkedhetsz, és hogyan is működik ez az egész. És hogyha esetleg úgy van, akkor lehet, hogy valamelyikötök az én videómban is szerepelhet. Sok sikert, srácok, én nem erőltem rá senkire, aki ezzel szeret nekem támogatni, az megteheti. Sziasztok!